Jó estét kívánunk! Ma este február 11-e van, ami pedig nem más, mint annak a világnapja, hogy nők és lányok is részt vesznek a tudományos életben, és ennek alkalmából készültünk ma egy kis műsorral. Műsorvezető társam Világos Blanka, valamint Zsidi Gabi. És amiről pedig ma este szó lesz, azt mindjárt Blanka itt röviden összefoglalja nekünk. Először egy prezentációt fogunk megmutatni, amiben gyorsan átszaladunk azon, hogy a nők hol jelentek meg a csillagászatban, hogy jöttek be ők a csillagászati történelembe. Aztán kicsit mesélünk arról, hogy hogy dolgozik ma egy kutató, egy kutatónő, valamint majd a saját kutatásunkról is mesélünk egy kicsit, és az, hogy arról, hogy milyen út vezetett ide. Aztán a végén lesz egy Kahoot quiz, ami most kicsit más lesz, mint a Galaxis Uti Kalózban szokott lenni. Kicsit változatosabb és tippelgetősebb lesz, de a nyertesnek megint csak fel tudunk majd ajánlani egy Dája Gergő féle könyvet, valamint egy az első három helyezetnek egy-egy naptárat, ami a nukleáris asztrofizika kiemelkedő nőszemélyeiről szól. Szóval mindenképp érdemes velünk végig tartani. Valamint azt is várjuk, hogy kérdéseket tegyen fel mindenki, aki szeretne a kommentekben. Ezt majd a végén fogjuk megválaszolni. Igen, igyekszünk a legjobb tudásunkhoz mérteni válaszolni ezekre a kérdésekre, úgyhogy szerintem vágjunk is bele. Először azt szeretnénk áttekinteni, hogy mégis hol kezdődött az a történet, hogy a nők megjelentek a tudományos világban. Ugyanis régen az volt az elfogadott, hogy a férfiak foglalkoztak ezzel. Nyilván az ősember is már felnézett az égboltra, megcsodálta a csillagokat, ez alapján tájékozódott. De az, amikor így tudományosan kezdtek el foglalkozni vele, igazából a vallással együtt jött be. Tehát régen az ókorban főképp papok foglalkoztak ezzel, akik hát nyilván férfiak voltak leginkább. De mégis már egészen hamar megjelentek a nők is, ugyan eléggé sokáig nagyon el voltak nyomva, sajnos, a tudományos életben, és mégis hol indult ez? Elég nehéz meghatározni, hogy ki volt az első női csillagász a történelem során. Az időszámításunk előtti időkből, évszázadokból nem nagyon van írásos emlék, ami így ránk maradt volna. De feltételezhetően például volt egy hölgy, akit Enheduannának hívtak. Ő az időszámításunk előtti feltételezhetően 23. században élt, egy akkád hölgy volt, és ő Nanna holdistennő főpapnője volt úrvárosában. Ugye itt is megint bejön a képbe az, hogy hát ilyen papok vagy papnők foglalkoztak csillagászattal, és feltételezhetően ő is ezek közé tartozott. Sajnos ugye ebből a korból nagyon írásos emlék nem maradt ránk, de például ez a dombor mű itt mögöttünk, ez őt ábrázolhatja. De akiről viszont egy kicsit több információnk van, az Aglaoniké, aki időszámításunk előtti második század környékén élhetett, és tulajdonképpen őt tekintik az első görög csillagásznőnek. Ő meg tudta jósolni a holdfogyatkozás időpontját, és hát emiatt néha boszorkánynak is tekintették, ugyanis ő azt állította, hogy nem csak megjósolni tudja a holdfogyatkozások időpontját, hanem ő maga irányítja a holdat, és emiatt ugye boszorkány varázsereje lehetett. Erre a kis csalafintaságra azért előbb-utóbb fényderült, hogy valójában nem ő irányítja a holdat, hanem a hold járja az útját úgy, ahogy azt gondolja, vagy ahogy azt a fizika előteremti neki. Viszont egy mondás, egy görög mondás továbbra is őrzi ezt a történetet, mégpedig az, hogy irányítja, mint Aglaoniké a holdat. De mi is az a holdfogyatkozás? Talán annyira nem sajnos mégse Aglaoniké irányítja a holdfogyatkozást. Ő már tisztában volt azzal, hogy nyilván minden más ember, hogy mozognak a bolygók, a hold, a nap az égbolton, azt gondolták, hogy a Föld van a középpontban, és körülötte kering a nap. Akkor még nem merült fel az, hogy mégis a nap van a középpontban. De voltak olyan világképek, amik meg tudták magyarázni, hogy mégis miért mozognak úgy a bolygók, meg miért mozog úgy a hold, ahogy. És ő feltehetőleg rájött arra, hogy valójában a holdfogyatkozást az okozza, hogy a nap
a Föld és a Hold egy vonalban helyezkedik el. Ugyanis akkor a Föld árnyékába beléphet a Hold, és akkor a légkörön való piros szórt fény jelenik csak meg a Holdon halványan, és akkor teljesen el tud tűnni égi kísérünk. Ez teli holdkor következhet csak be, ugye, amikor a nappal átellenes oldalon helyezkedik el a Hold. Azonban nem minden teli holdkor látunk holdfogyatkozást, akkor nem is lenne annyira különleges. Ez azért van, mert a Hold keringési síkja egy 5 fokos szöget zár be a Földével, ezért gyakran a Föld árnyék fölött vagy alatt halad el. Mégis Aglaoniké már képes volt ezt meghatározni, hogy mikor lesz pont olyan szerencsés együttállás, hogy így egy síkba eshessen a három égitest. Szóval ezt már akkor csodálták. Aglaoniké tiszteletére még egy vénuszi krátert is elneveztek, egy nagyjából 60 km átmérőjű krátert láthatunk ott. Most ugorjunk néhány évszázadot, mert az időszámításunk után járunk, ez nagyjából a 4. század környékén. Hypatiához érkeztünk el, aki nem csak csillagászattal foglalkozott behatóan, hanem több tudományterülettel. Emiatt őt emlegetik az első női polihisztorként, tehát a csillagászat mellett a matematika és a filozófia is nagyon érdekelte, és ezekkel behatóan foglalkozott, és ő is néhány nagyon érdekes csillagászati kérdést járt körbe. Például ő az elsők között volt, aki felvetette, hogy lehet, hogy mégis a nap áll a naprendszer középpontjában. Sőt, azt is feltételezte, hogy a nap körül a bolygók lehet, hogy mégse a tökéletes körpályán keringenek, hanem egy picit elnyúlt ellipszis pályán. Ugye ezt később Kepler foglalta törvényekbe, hát egy több mint 1000 évvel később került ez be a köztudatba, szóval eléggé korszakalkotó elgondolás volt, és ezt tanította is az iskolájában. Valamint még az asztrolábiumot is feltétlenül találta fel, ez ilyen csillagászati mérésekhez használt eszköz volt. Most egy relatíve nagy ugrást fogunk tenni, egészen az 1700-as évekig ugrunk el. Ugyanis a sötét középkorban nem sok írásos emlék maradt fenn, mondhatni nagyjából semmi. És nyilván az esetleg alkotó tudós nőkről semmit nem tudunk ebben az időszakban, valamint az azt megelőző és azt követő pár száz évből sem nagyon tudunk nőkről. Az is lehet, hogy nem igazán voltak, az is lehet, hogy csak nem tudunk róluk. Mi nagyon bízunk benne, hogy ott voltak, csak nem maradt róluk fel írásos emlék. De most akkor, mondom, ugorjunk el ide a 18. századba, és beszeretném mutatni Caroline Lucrezia Herschelt. Herschel neve talán ismerős lehet, William Herschel volt az, aki felfedezte az Uránuszt. Most az ő testvéréről, Caroline Herschelről szeretnénk egy kicsit mesélni. Ez az egész Herschel család, ez egy zenész család volt, úgyhogy alapvetően Caroline-t is az énekesi pálya, zenei pálya érdekelte, és énekesi pályára is készült. Egészen addig, amíg hát William egyszer csak úgy gondolta, hogy milyen jó lenne, ha Caroline segítene neki itt a csillagászati mérésekben, segítene neki itt följegyezni a méréseket, analizálni őket, ilyesmi feladatokkal látta el. És hát így Caroline belekerült itt a kapcsolatba, került a csillagászattal, és hát ahogy telt-múlt az idő, végül is egészen megtetszett neki. Ő volt az, aki egészen céltudatos volt olyan szempontból, hogy már egészen sok feljegyzésében említette, hogy fizetést szeretne kapni a munkájáért, nem csak úgy önszorgalomból és jókedvből és kedvtelésből szeretné itt a testvérét segíteni, hanem ő fizetést szeretne kapni ezért a munkájáért. Ez azért volt egy nagyon különleges gondolat és úttörő gondolat akkoriban, mert hogy ekkor tájt még a férfiak sem nagyon kaptak fizetést azért, hogy tudományos munkát, kutatói munkát végezzenek, és ezzel szemben itt volt Caroline Herschel, aki úgy gondolta, hogy ő viszont szeretne ezért fizetést kapni. Ezért egészen sokat küzdött, és 1787-re sikerült elérnie, hogy évi 50 fontot kapjon a munkájáért. És ez a munka, hát elég sok mindent foglalt magába, de többnyire azért Herschel, William Herschel asszisztenseként dolgozott. Viszont egész sokszor előfordult, hogy William
mert valamilyen munkája máshová, más városba, külföldre szólította, és olyankor tulajdonképpen Caroline vette át az irányítást, és ő végezte ott az obszervatóriumban a méréseket. Ennek köszönhetően például számos üstököst fedezett föl, és például a 35 P. Herschel Rigolet üstökös is az ő nevét viseli. A korai időkben az üstökösöket nyilván nem nagy égbolt felmérő programokkal keresték, hanem úgy kellett elképzelni, hogy ez ilyen jószágokat, mint ami így a fejemből is kinő. Ez a Neowise üstökös egyébként 2 éve volt itt, talán többen látták. Tehát az ilyesmi üstökösöket még nagyon korai fázisban próbálták felkeresni a csillagászok. Gyakorlatilag pásztázták az égboltot a távcsövükkel, és azt keresték, hogy hol jelenik meg egy ilyen váratlan kis ködös folt. És Caroline Herschel is így találta meg a 35P Herschel Rigolet üstököst, amit róla, mint felfedező neveztek el. A 35P pedig azt jelenti, hogy a 35-ként megtalált rövid periódusú üstökös, eléggé rövid a periódusa, csak 150 év. És megvárhatjuk, amíg visszajön. 92-ben jön vissza? Igen. Hát még esetleg megélhetjük. Szóval ezek az üstökösök ilyen koszos kis hógolyók gyakorlatilag, amik keringenek a naprendszerben, és ha közel érnek a naphoz, akkor annak a hatására így elkezd róluk elillanni az anyag, és ilyen gyönyörű csóvát nevezhetnek. Mondjuk nem mindegyik nevez ilyen szép csóvát, meg nem mindegyik jön olyan közel hozzánk, és nem látjuk olyan szépen őket, de ettől függetlenül nagyon fontosak akár az ősi naprendszer anyagának a feltérképezésében. Eközben azért Magyarországon is felmerült az érdeklődés a csillagászat iránt. Volt néhány hölgy, aki így a csillagászat iránt érdeklődött. Közülük egy gróf Degenfeld Schomburg Berta. Az ő férje volt Podmanicki Géza, báró Podmanicki Géza, és feltételezhetően Schomburg Berta hatására, vagy szorgalmazására létrehoztak egy csillagvizsgálót Kiskartalon, és tulajdonképpen ott végezték a saját rendszeres kis megfigyeléseiket a kis házi csillagvizsgálójukban. És például az Andromeda ködöt figyelték meg, ezzel kapcsolatban egy nagyon jelentős megfigyelést tett Schomburg Berta is, ugyanis egy szupernovát fedezett, nem ő fedezte fel, de ő is megfigyelte ezt a szupernovát 1885-ben az Andromeda galaxisban. A szupernovák olyan robbanások, amik nagy tömegű csillagok életének a végén következnek be, amikor megjelenik a vas a belsőjükben, gyakorlatilag összeomlik a rendszer, nincs kifele irányuló energiaáramlás, és így összeroskad a csillag. Azonban ez a külső anyag vissza is pattan erről a borzasztó sűrű magról, és egy hatalmas robbanás kíséretében így szépen el is illan a legnagyobb része. Ezek a szupernovák, hát gyakoriak, nem gyakoriak, a tejútrendszerben igencsak régen láttunk, bár lehet, hogy a galaxis túlsó oldalán volt, csak kitakarta a sok-sok por. Viszont távoli galaxisokban is és ugyanúgy robbangatnak a szupernovák, és azokra egészen jó a rálátásunk. Az egyetlen probléma az, hogy csillagokra kell bontani azt a galaxist, amiben szeretnénk szupernovát látni, és eléggé kevés galaxis van annyira közel, hogy ténylegesen csillagaiként tudjuk látni. Az Andromédában ezért ismerünk olyan sok szupernovát, mert az a legközelebbi galaxis, ami nem kísérő galaxisunk, és emiatt egészen sokat ismerünk már, de nyilván korai időkben egészen nagy kihívás volt. Igen, ez volt az első olyan szupernova, amit egy másik galaxisban, ez volt az első úgynevezett extragalaktikus szupernova, amit felfedeztek és megfigyeltek. De ha kicsit tovább utazunk, megismerkedhetünk Henrietta Swan Leavitt-tel, aki a Harvard Egyetemnek a Radcliffe tagintézményébe járt, és érdeklődött a tudományok iránt, de például csillagászattal egészen későn csak a tanulmányainak a 4. évében találkozott. És ekkoriban futott össze Edward Pickering professzorral, aki létrehozott egy, hát ilyen elég furcsán hangzó, de emberi számítógépekből vagy emberi számológépekből álló csoportot. Ez egy olyan csoport volt, ami csak nőkből állt,
és tulajdonképpen az obszervatórium méréseit katalogizálták, jegyezték föl, és analizálták. És hát sajnos ebben az időben, most itt az 1800-as, 1900-as évek fordulóján járunk, ebben az időben még azért a női kutatókra, vagy hát csillagászat iránt érdeklődő hölgyekre nem igazán tekintettek egyenrangú kollégaként. Ez a hölgyekből álló csoport is tulajdonképpen úgy jött létre, vagy azért jött létre, mert hát Pickering úgy gondolta, vagy hát ekkoriban akár többen is úgy gondolták, hogy a nők azok alkalmasak erre a nagyon precíz és monoton munkára, hogy rengeteg fotolemezt, rengeteg mérést kellett végignézni és katalogizálni, és hogy ezt majd ők nagyon precízen meg fogják csinálni. És Henrietta Swan Leavitt ebbe a csapatba csatlakozott be, és eleinte ingyen kezdett el dolgozni ebben a csoportban, majd pedig tulajdonképpen ő is teljes értékű tagja lett ennek a csoportnak, és ő már heti $10.50 fizetést kapott a munkájáért. És különleges módon Henrietta ezekből a csillagokból, amiket itt katalogizáltak ebben az obszervatóriumban, ő az úgynevezett változó csillagokkal kezdett el foglalkozni. Tulajdonképpen egészen beszédes ez az elnevezés, mert ezek olyan csillagok, amik változtatják a fényességüket. És hát egy nagyon érdekes felfedezést tett a cefeida típusú csillagokkal kapcsolatban. Ugyanis ezek így pulzálva, mint mondtad, változtatják a fényességüket, de azt figyelte meg, hogy a periódusuk és a fényességük között egy egészen különleges összefüggés áll fenn. Ezt így szépen láthatjuk is az ábrán, hogy gyakorlatilag mindegyik így egy, ha úgy ábrázoljuk, egy egyenesre esik. És ez hatalmas felfedezés volt, ugyanis az nagyon nagy probléma a csillagászatban, hogy hogyha határozunk meg, hogy valami milyen távol van tőlünk. Hát a napig sem megyünk el méterrudakkal, és nem tudjuk úgy lemérni, hogy éppen milyen távol van tőlünk valami, hát még egy galaxis, vagy egy csillag távolsága. Emiatt ez nagyon-nagyon fontos távolságmeghatározási módszerré vált. Ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy egy közeli gyertyát nézünk, vagy egy távoli reflektort. Ugyanolyan fényesnek látjuk őket. A két dologtól függ az, hogy éppen milyen fényesnek látunk egy távoli csillagot, attól, hogy ő valójában milyen fényes, és hogy milyen távol van. Ha nem tudjuk, hogy különben milyen fényes lenne, hogyha mondjuk egységnyi távolságról néznénk rá, akkor nem tudjuk azt sem megmondani, hogy milyen messze van tőlünk. És Leavitt rájött erre az összefüggésre ezeknél a bizonyos típusú csillagoknál, éppen azért, mert a kis Magellán felhőben vizsgálta őket. És miután erre rájött, a közeli cefeidákra, amikre már egyébként ismert volt a távolságuk, így szépen rá tudta illeszteni ezt az összefüggést, be tudta kalibrálni, és ezek után már a kis Magellán felhő távolságát is meg tudta határozni, amiben rengeteg cefeidát felismert. És ennek az volt a jelentősége, hogy akkortájt még nem igazán tudták, hát ez még egy ilyen kevesebb, mint 150 évvel ezelőtt volt, tehát nem is annyira régen, nem tudták, hogy mik azok a ködös objektumok az égen, amit galaxisokként ismerünk. Kétféle elmélet volt, és erről szólt a Shapley-Curtis vita is, ami eléggé híres, ugyanis az volt az egyik álláspont, hogy ezek valójában nagyon közeli, tejútrendszerbeli kis ködösségek, és ezek tényleg porból állnak, és éppen születő csillagok körüli anyagfelhőből áll össze maga a csillag, és körülötte esetleg a bolygók. Ezzel szemben ez volt Shapley álláspontja, Curtis pedig azt mondta, hogy ezek valójában nagyon-nagyon távoli csillagvárosok lehetnek, amik annyira messze vannak, hogy gyakorlatilag egybeolvad a csillagoknak a fénye, mint hogyha távolról ránézünk egy városra, ott se látjuk az egyes lámpáknak a fényét, csak egy ilyen összemosódott masszát, és hogy valójában ezek lennének azok a ködfoltok az égen. És igazából nem tudta senki se eldönteni, hogy kinek van igaza. És Leavitt felfedezése volt az, ami megmutatta, hogy valójában sokszor nagyobb a világegyetem, mint eddig gondoltuk, hogy már maga a kis Magellán felhő is borzasztó nagy távolságban van tőlünk, és így Curtis álláspontja nyert tanúbizonyságot. Azóta is egyébként a cefeideákat alapkőként használják a távolság meghatározásban. Szóval ez nagyon komoly tudományos eredmény volt. És a Leavitt tiszteletére szintén elneveztek egy krátert róla a Holdon, bár a túlsó oldalán, szóval mi távcsővel nem tudjuk látni.
De azért ott van, hogyha elutaznánk épp a hold túlsó oldalára, akkor meglátogathatjuk. Cecilia Payne Gaposchkin szintén egy eléggé úttörő személy volt itt a csillagász hölgyek között. Ő egy angol hölgy volt, és eleinte Cambridge-ben tanult. Ő is így általánosságban érdeklődött a tudományok iránt, botanikát, fizikát, kémiát tanult, és akkor kezdett el érdeklődni a csillagászat iránt, amikor Eddingtonnal találkozott, Eddington előadását hallgatta meg, arról, hogy a napfogyatkozás megfigyelésével tulajdonképpen be tudta bizonyítani a Einstein-féle általános relativitás elméletet. És ez nagyon fölkeltette az érdeklődését, a csillagászat irányt, úgyhogy innentől kezdve elkezdett a csillagászattal foglalkozni. Csatlakozott is az angol királyi csillagászati társasághoz, beválogatták ott a tagjai közé. Viszont hát most itt az 1900-as évek első felében járunk, és Angliában, vagy hát Cambridge-ben, ekkor volt egy olyan szabály érvényben, egészen 1948-ig, hogy nők ugyan tanulhattak az egyetemen, tanulhatták azt, ami érdekelte őket, de diplomát nem kaphattak. És ez nagy probléma volt olyan szempontból, hogy Cecilia, ő csillagászként, kutatóként szeretett volna dolgozni, de hogyha nem kap diplomát, akkor nem tudott volna kutatóként elhelyezkedni. Viszont szerencséjére Eddington bemutatta őt Shapleynek, az előbb említett Shapleynek, aki pedig egy ösztöndíjat ajánlott neki a Harvard Egyetemen, úgyhogy így átköltözött a tengeren túlra, és a Harvardon doktori képzésbe kezdett. Ez azért volt nagy jelentőségű, mert egészen eddig a nők azok tulajdonképpen csillagászattal kapcsolatos asszisztensekként helyezkedhettek el, viszont amennyiben ő tudott volna egy diplomát, illetve doktori címet szerezni, akkor már kutatóként is elhelyezkedhetett volna, és sokkal nagyobb függetlensége lett volna. Úgyhogy ő el is fogadta ezt az ösztöndíjat, és a Harvardon készítette a doktori disszertációját, 2 éve volt ezt elkészíteni, elvégezni a kutatást, és megírni belőle a disszertációt, és ez egy elég eredményes kutatás volt, ami a csillag légköröket vizsgálta. Az volt a kutatásának a célja, hogy meghatározza, hogy valójában miből is állnak a csillagok. Hiszen régen gondolták azt, hogy például a nap az egy hatalmas széntömb, ami lángol, és azért világít a nap az égbolton. Ugye egyáltalán nem egyértelmű, hogy most ez hidrogénből áll, és akkor fúzió van a belsejében. Egészen a 1900-as évek elején sem tudták, hogy valójában miért világítanak a csillagok. Ezért Cecilia Payne ilyen műszertechnikai fejlesztésekben is részt vett, valamint ezeknek az eredményét vizsgálta. Ugye spektroszkópiával lehet azt vizsgálni, gyakorlatilag a szivárvány színeire bontjuk a beérkező fényt, és akkor az abban megjelenő vonalak alapján lehet meghatározni, hogy mi van egyetemen a csillagokban. Majd lesz is a spektroszkópiáról egy galaxis úti kalauz epizódunk. Erről Gabi tudna többet mesélni, ugye ő lesz az egyik előadó. Igen. Majd márciusban. És azt találta Cecilia Payne, hogy valójában a csillagokban főként hidrogén van. Ezt akkor nem hitték el, eléggé megkérdőjelezték ezt az eredményt, de már egy pár évvel később tanúbizonyságot nyert, hogy tényleg igaza volt, és utána már egy szakmailag is elismerték, és az egyik legkiválóbb doktori disszertációnak tartották ezt a munkát. Eközben ezért szerencsére Magyarországon is kezdtek egyre nagyobb teret nyerni a hölgyek, itt a csillagászat iránt érdeklődő hölgye, és az egyik kiemelkedő alak az Balázs Júlia. Ugyan eleinte ő sem csillagásznak készült, ő Pázmány Péter Tudományegyetemen tanult, és ott is végzett doktori kutatást, és miután a doktori címet megszerezte, utána döntötte el, hogy ő csillagászattal szeretne foglalkozni, és tulajdonképpen így vált az első magyar csillagásznővé. Az ő fő kutatási témája változó csillagok voltak, de nem úgy, mint ahogy mondjuk Henrietta Swan-Leavitt esetében, hanem másfajta csillagokkal foglalkozott, Erer-Lyrékkel. Az Erer-Lyré csillagok hasonlóak a Cefeidákhoz,
ők is így pulzálva periódikusan változtatják a fényességüket, és rájuk is érvényes egy ilyen periódus fényesség reláció, tehát őket is szokták használni, ezeket is szokták használni távolságmérésre. Azonban Balázs Júlia éppen azt vizsgálta, hogy mennyire nem periódikus, milyen szabálytalanságok vannak itt az RR-líréknek a pulzációjában, és ehhez végzett megfigyeléseket, ezeket az adatokat elemezte. És aki esetleg jobban érdeklődik Balázs Júlia élete iránt, annak szeretettel ajánljuk a Lány, aki csillagász lett című könyvet. Ez ilyen részben mesekönyv, de azért elég sok információt tartalmazó formában mutatja be az ő életét és az ő életútját. Egyébként az ő férje volt Detre László, aki itt a Csillagászati Intézet egykori igazgatója is volt. Tehát Balázs Júlia is itt helyben dolgozott, gyakorlatilag azoknál a műszereknél, amiknél itt mi is már dolgozunk. Igen. Újra kicsit visszaelvezve a nemzetközi vizekre, Jocelyn Bell Burner szintén elég kiemelkedő munkát végzett, és szintén azok csapatához tartozik, akik a doktori képzés elvégzésével szerettek volna kutatói, csillagászati kutatói pályára lépni. A Kéventis Rádió Obszervatóriumba munkájába csatlakozott be, és akkoriban készítette a doktori disszertációját, és hát 1967. júliusában ő volt megbízva azzal, hogy ott a műszereket felügyelje, a műszereket működtesse, az adatokat fölvegye és elemezze. És hát egyszer csak egy ilyen nagyon érdekes jelet talált a fölvett mérésekben, egy ilyen 1,3 másodpercenként ismétlődő impulzust talált az adatsorban. És hát akkoriban nem nagyon ismertek semmi olyan csillagászati objektumot, ami ilyen jelet produkálna, úgyhogy sokan arra tippeltek, ott a kollégáival, témavezetőivel is megbeszélte ezt a furcsa felfedezést. Sokan úgy gondolták, hogy ez akár feltételezhetően valamilyen műszertechnikai hiba lehet, tehát hogy ez nem csillagászati jelenség, ennek nem kell különösebb jelentőséget tulajdonítani. És hát Jocelynt is ez igen, inkább bosszantotta, mint hogy érdekelte volna, ugyanis hát ő ekkor volt a doktori képzése alatt, és viccelődtek is vele, hogy hát a földön kívüliek üzennek nekünk, és kiszöld emberkének, Little Green Man-nek is elnevezték ezt a jelet, és ott bosszankodott magában, hogy hát próbálná a doktori kutatását végezni, és hát a kiszöld emberkék, a földön kívüliek pont az ő műszerét, pont az ő antennáját választják arra, hogy üzenjenek nekünk. De hát ezek nyilván nem földön kívüliek voltak, hanem valóban ez egy fizikai jelenség volt, és ezt publikálták is, ezt az eredményt. Akkor még nem tudták, hogy milyen csillagászati objektumhoz tartozik ez az ismétlődő pulzáló jel, de azért publikálták az eredményeket. Ezt a publikációnak az első szerzője, az ő témavezetője Anthony Hugh is volt, és Jocelyn Bell Burner a második szerzőként szerepelt itt. És hát később ez a felfedezés, ami megbizonyosodott róla, hogy ezek a pulzárok, amik ezt a furcsa jelet produkálják, ez a felfedezés később fizikai Nobel-díjat ért. Azonban egy ilyen furcsa szituáció állt elő, hogy a Nobel-díjat azt a témavezetőjének, Anthony Hewish-nak ítélték oda, és Jocelyn Bell Burner ebben nem volt belevéve. Viszont azért vitathatatlan az ő kulcsfontosságú szerepe ebben a felfedezésben, de hát akkor mik is azok a pulzárok? A pulzárokra úgy gondolhatunk, mint ilyen nagy kozmikus világító tornyokra. Gyakorlatilag arról van szó, hogy egy ilyen tengely mentén kilövellő anyag folyamatosan pörög, és akkor hol látjuk, hol nem. Hát ez mégis mi okozhatja? Valójában arra kell gondolni, hogy egy hatalmas csillag az élete végén ugye egy robbanás produkált, és a magja az egy ilyen neutron csillag formájában maradt jelen. És erről különböző fizikai okok miatt van, hogy így a forgás tengelye irányában anyag lövel ki. Ami, hogyha éppen felénk fordul, akkor egy nagy felvillanást eredményez. És a neutron csillagok borzasztó gyorsan forognak a tengelyük körül, ugyanis
Hogyha arra gondolunk, hogy egy korcsolyázó összehúzza magát, és akkor gyorsabban kezd el pörögni, hát ugyanez a megmaradás érvényesül a csillagok esetében is. Mondjuk a napnál sokkal nagyobb csillag összeomlik Budapest méretűre, hát akkor ő borzasztó gyorsan fog forogni. És az ilyen neutron csillagok hát nagyon-nagyon gyors forgást végeznek. Ez az 1,3 másodperc egy egészen nagy periódus, tehát ilyen akár tized másodperc, vagy még sokkal rövidebb nagyságrendű pulzárokat is ismerünk. És ahogy ez forog, van, hogy tehát nyilván nem mindegyik neutroncsillag, vagy milyen pulzár fog felénk fordulni, de hát sokból valamennyi csak fordul felénk, és akkor azt látjuk, hogy a periódus idejében egyszer felénk fog fordulni, és így fel fog villanni. Tehát ez egy egészen új és ismeretlen ága volt akkor a csillagászatnak, és azóta már nagyon sok ilyet ismerünk. És van néhány hölgy, akik viszont kicsit más úton kapcsolódnak a csillagászathoz. Ők a NASA irányából kapcsolódnak hozzánk. Ugyanis az elején, amikor a Holdra szállást tervezték, vagy igazából csak az Apollo missziókat, amikor megkerülték a Holdat, akkor még nem létezett számítógép, mint olyan, és minden számítás papíron kellett elvégezni. És ugye már említetted, hogy úgy gondolták, hogy a hölgyek nagyon alapos és monoton munkatűrők, ezért nőket alkalmaztak főképp ezeknek a számításoknak az elvégzésére. A számolás joga filmet talán többen ismerik, ez az Apollo misszió elején játszódik, amikor valóban rengeteg hölgy végezte a számításokat, ezt mindenkinek nagyon tudjuk ajánlani. Na de magát a Holdra szállást, a Holdra szállás programját már Margaret Heffield Hamiltonhoz köthetjük. Ő egyébként eredetileg nem tervezett ilyen űrrel kapcsolatos dolgokkal foglalkozni. Ő matematikát akart tanulni, matematikát is tanult, és absztrakt matematikával szeretett volna foglalkozni. Miután viszont elvégezte az egyetemet, az MIT programozó csapatához került, és tulajdonképpen rajtuk keresztül kapcsolódott be az Apollo programba, és kiderült, hogy neki nagyon jó érzéke van a programozáshoz. Ekkor már azért kezdtek megjelenni a számítógépek, és tulajdonképpen kulcsfontosságú szerepe volt az Apollo misszió irányító kódjának megírásában, és egy nagyon érdekes aspektusa ennek a történetnek, hogy hát volt egy olyan momentum itt a Holdra szállás előtt, amikor már ott volt az űreszköz, az űrhajó a Hold mellett, és épp készültek volna leszállni, hogy történelmet írjanak, elsőként lépjen ember a Hold felszínére. És ekkor a fedélzeti számítógép egy sorhiba üzenetet közölt. És hát ott volt ez a létfontosságú döntés, hogy most akkor mehet-e tovább a program, leszállhatnak a Hold felszínére, és történelmet írnak, vagy ott a küszöbön le kell fújni az egészet, és vissza kell utazniuk a Földre. És itt jön Margaret Hamilton be a képbe, ugyanis ő írt egy olyan programot, ami képes volt fontosság alapján rangsorolni a parancsokat, és tulajdonképpen az történt, hogy nagy hiba nem volt itt a fedélzeti számítógépen, csak túl sok parancsot kapott egyszerre, amit nem tudott kezelni. És ennek a rendszerező, Margaret Hamilton rendszerező programjának köszönhetően a parancsokat tudták fontossági sorrendbe rendszerezni, és akkor így meg tudták adni a jelet az űrhajónak, hogy jól van, akkor leszállhat, mert minden rendben van, csak szépen sorba, lépésről lépésre kell végrehajtani ezeket a parancsokat, és akkor minden rendben fog menni. Úgyhogy így akkor történelmet írtak, és ember léphetett a Föld Hold felszínére. És aztán vissza a Föld felszínére is. És hát Vera Rubin, ő pedig nemrégiben itt az 1900-as évek második felében élt. Ő már 10 éves kora óta érdeklődött a csillagászat iránt, és apjával egyébként építettek is egy kis távcsövet, és kémlelték az eget.
Ő már relatíve fiatal korában eldöntötte, hogy csillagász szeretne lenni, úgyhogy ennek megfelelően egyetemre is ment, a Vesszer kollégiumba ment. És hát abban az évben, amikor ő végzett, ő diplomázott, akkor ő volt az egyetlen csillagász hallgató, aki diplomát szerzett az alapképzésen. És ezután folytatni szerette volna a tanulmányait, méghozzá a Princetonon, oda is jelentkezett, de oda nem vették föl, mert nő volt. És érdekes módon a Princetonra még további 27 évig nem vettek fel nőt, úgyhogy így kénytelen volt más lehetőségek után nézni, és végül a Cornell Egyetemen végzett, úgyhogy így csak sikerült beteljesíteni az álmát, és csillagászként tudott dolgozni. És például ő volt a második női csillagász, akit bevettek az Amerikai Tudományos Akadémia tagjai közé. És hát mit is csinált, mivel is foglalkozott ő? A sötét anyag természetét vizsgálta. Igazából már voltak olyan sejtések, hogy valami lehet a világegyetemben, amit úgy igazából nem látunk, de mégis a tömegvonzása révén kölcsönhat azzal az anyaggal, az összes csillaggal és a látható anyaggal, amit mi észlelni tudunk. És erre Vera Rubin állított fel egy valódi bizonyítékot, ugyanis, hogyha ránézünk erre az ábrára, azt látjuk, hogy ahogy távolodunk egy galaxis középpontjától, akkor egy ilyen görbét kéne követnie a csillagok sebességének. Hát úgy nyilván a középpontban nem egy helyben áll az egész, aztán van egy ilyen pukli, és így szépen lecseng. Hát egyáltalán nem ezt észlelte, hanem azt, hogy ez így folyamatosan nő, és aztán elér egy ilyen, hát majdnem egy platót, valamennyire még mindig nő tovább. És ezt csak úgy lehetett magyarázni, hogy valójában van ott valami anyag, ami még kölcsönhat a csillagokkal, és igazából azóta se tudjuk, hogy mi lehet ez a sötét anyag. Mégis ez volt az első kísérleti bizonyíték a jelenlétére, szóval ez egy nagyon, nagyon izgalmas és még mai napig is nagyon aktuális eredmény volt. Annyira aktuális, hogy egyébként építenek is egy obszervatóriumot, ami hát többek között ilyen témában is fog kutatásokat végezni. Ez jelenleg építés alatt áll. Eredetileg Large Synoptic Survey Telescope volt a neve, de Vera Rubin után Vera C. Rubin Obszervatórinak nevezték el. Vera Rubin egyébként 2016-ban hunyt el, úgyhogy egészen valamennyire még mi láthattuk itt a munkásságát is, de így akkor az ő tiszteletére Vera Rubin Obszervatóriumnak nevezték el ezt a épp most épülő, Chilében épülő távcsövet. Egyébként a tükrének az átmérője több mint 8 méter, tehát tényleg nagyon hatalmas. Ugye Magyarország legnagyobb távcsövének 1 méteres az átmérője, tehát nagyjából kineveti szegény piszkési méterest. És tényleg a sötét anyag eloszlásának a feltérképezése lesz a fő célja. És nagyon izgatottan várják elvileg. Az évben megtörténik az első felvétel. Na de... Szépet és sokat meséltünk arról, hogy mi volt a múltban, hogy dolgoztak a kutatónők. De arról nem sokat meséltünk még, vagy hát igazából valószínűleg, akik itt ülnek, sejtik, hogy nem teljesen úgy működött ez a mai kutatás, ahogy így elképzeljük, hogy csak ülünk az égbolt alatt, ő egyébként itt Simon Zsók Ancsa, egy erdélyi barátnőnk, a barátnőm, aki az gyönyörű hargitai égbolt alatt ül a távcsövével, és azt gondolja a legtöbb ember, hogy a csillagász csak így egész éjszaka kinn ül a távcsövével, és akkor számlálgatja a csillagokat. Hát nem így néz ki. A kutatói lét ma már, ugyan korábban tényleg az volt, hogy ott kellett ülni a távcső mellett, és a fotólemezeket rakosgatni, és tényleg nagyon, nagyon komoly ilyen jellegű munkát is igényel, de a valóság az ez. Igazából ott indul az egész, hogy kell valami feltételezést tennünk, hogy milyen modellek írják le azt, amit mi vizsgálunk, és
ehhez szeretnénk majd adatokat gyűjteni. Tehát a távcsöveket ugyanúgy használjuk, de leginkább távolról vezéreljük őket, akár a Föld másik feléről. Igen, igen. Vagy csak beadjuk a pályázatunkat, és más elvégzi nekünk a méréseket, vagy ha űrtávcsövek adataival dolgozunk, akkor nyilván az űrtávcső kinn az űrben elvégzi a méréseket, és mi csak az adatokkal dolgozunk. Amit utána fel is kell dolgoznunk, szerencsére most már nem kell olyan kódokat írnunk, mint Margaret Hamilton. Ezt talán nem is mondtuk, hogy ott a képen, amikor a hatalmas könyvkupac mellett állt, ez az általa írt kód volt. Amit ő tényleg kézzel kellett, hogy lejegyezzen. Szerencsére most már a laptopjainkon, vagy a számítógépeinken tudunk egészen könnyen programkódokat írni, és ezzel próbáljuk elemezni, hogy mégis mennyire illik illenek a modellekre azok a felvételek, amiket mi gyűjtöttünk. Ugye egészen kevés eszközünk van, nem tudunk oda menni a csillagokhoz, és akkor most megmérni a hőmérsékletét, pusztán a... Pedig menő lenne így a igen. Hőmérővel oda menni, hogy na. Valóban. Ez a csillag, 5600 fokos. Igen, igen. Szóval gyakorlatilag csak az általuk kibocsátott fényből tudunk bármit megmondani. Vagy mondjuk most már a gravitációs hullámok alapján is. Szóval eléggé korlátozottak a lehetőségeink. Na de hogyha ezt megcsináltuk, feldolgoztuk az adatokat, nem marad más hátra, mint a publikálás és publikálás. Igen, ugyanis az a helyzet, hogy a csillagászok itt elvégzik a saját kis kutatásukat, de hát nem ülhetnek fönn az elefántcsontornyuk tetején a kis eredményeiken kuksolva, hogy igen, én ezt mind kitaláltam. Ezt a szakmai közösség számára elérhetővé kell tenni, ugyanis ekkor tud a tudományág, mint csillagászat, mint olyan fejlődni, és ehhez az egyik módszer a legalapvetőbb publikálási módszer az az, hogy cikkekben, tudományos cikkekben összefoglaljuk az eredményeinket, és akkor azt a tudományos közösség számára elérhetővé tesszük. Erről a cikkről te többet is tudnám mesélni, már ez a te cikked, vagy? Ez az én egyik cikkem, igen. Itt a háttérben. De ezzel szemben időnként azért szerveződnek konferenciák is. Ezek a konferenciák azért nem úgy szoktak zajlani, hogy általánosságban csillagászat, mert akkor végtelen mennyiségű előadás, és egész évben minden nap tarthatna az előadás sorozat, hanem ezek általában valamilyen fókuszált konferenciák lesznek, hogy például ez a konferencia fiatal csillagokkal foglalkozik, az a szupernovákkal, ez a naprendszeren kívüli bolygókkal, és az ilyen konferenciákon van lehetőségük a kutatóknak egy rövid előadásban összefoglalni a legfrissebb eredményeiket, vagy egy poszteren bemutatni röviden a legfrissebb dolgokat, amiket találtak a kutatásuk során. Hát ezt csináljuk, úgymond munkaidőben. Mit csinálunk a szabadidőnkben? Ott nagyjából ezt, jó, azért nem teljesen, tehát ez is a kutató munkájába tartozik, hogy a következő generációt okítsa, az egy nagyon fontos része a kutatói életnek, akár egyetemi előadások, akár az új generáció témavezetése, támogatása révén. Valamint hát ez nem olyan, hogy mondjuk áruljuk a kenyeret a boltban, és akkor arra úgy tényleg fizetést kapunk magunktól, hanem kell pályázatokat beadni, megindokolni, hogy mi miért vagyunk erre nagyon alkalmasak, a mi kutatásunk az miért igényel nagyon sok támogatást, és csak Nortonnak fel kellett állnia, hogy éles legyen a kép, ez már a próbán is így történt, morcosan fel kell állnia itt a háttérben. Szóval a pályázatokat kell írnunk ahhoz, hogy elnyerhessük a támogatást, és tényleg tudjunk kutatni, és így tudunk mi pénzt igényelni. Illetve a pályázatok olyan szempontból is nagyon fontosak, hogy ha valaki adatokkal szeretne dolgozni, távcsőidő pályázatokat kell benyújtania. És ezáltal lehetőségünk van arra, hogy mondjuk itt Magyarországon dolgozó kutatóként akár külföldi nagy obszervatóriumok nagy távcsöveit használjuk, akár különböző 8 méter átmérőjű távcsöveket is használjunk, és ehhez elengedhetetlen, hogy távcsőidő pályázatot nyújtsunk be. Ennek nagyjából olyasmi a procedúrája, hogy meg kell írni egy ilyen tudományos hátteret összefoglaló kis pályázatot, arról, hogy én mit szeretnék, milyen tudományos kérdéskört szeretnék körbejárni. És ezeket a
ezeket a pályázatokat tulajdonképpen ott megversenyeztetik egymással, és a legérdekesebb tudományos kérdéseket firtató pályázatok szoktak általában nyerni, és ilyenkor van lehetőségünk akkor másik obszervatóriumok méréseit is használni, úgyhogy távcsőidő pályázatok is nagyon fontosak az életünkben. Bizony. Hát nem azt mondom, hogy mindenki úgy gondolja, hogy legalább ennyire fontos az ismeretterjesztés, de ez szerencsére egészen sok csillagászathoz kapcsolódó kutató vagy egyéb tudományos munkatárs fontosnak tartja azt, hogy a csillagászat szépségét azt közölje a publikummal. Hát mi is most ezt csináljuk valójában. Különböző távcsöves előadásokkal, akár, vagy ilyen előadások formájában. Ezt is igyekszünk fenntartani, hiszen nagyon, nagyon fontosnak tartjuk. Igen, ez nagyjából ahhoz tudnám hasonlítani, hogy nem csak a tudományos közösséggel szeretnénk az eredményeket megosztani, hanem egy tágabb közönséggel is, és akkor erre jók a mindenféle ismeretterjesztő előadások, ismeretterjesztő cikkek. Na de mi az a ranglétra, ami oda vezet, hogy mi kutatók legyünk, egyetemen oktassunk, és minden szép legyen a karrierünkben? Hát ez azért nem annyira rövid és egyszerű folyamat. Ugye szépen az ember elmegy egy egyetemre, ahol elvégzi az alapképzést, aztán elvégzi a mesterképzést, aztán elmegy doktorizni, megírja a doktori disszertációját, mint itt egyesek. Igen. És utána pedig tipikusan a csillagászati, illetve a kutatói életpálya az nagyjából itt ér el a normális, nem is tudom, hétköznapi munkavállalói életpályától. Tehát a doktori elvégzése után tipikusan a kutatói életpályán ilyen rövidebb, 2-3-4 éves pozíciókat szoktak elvállalni az emberek, ezeket nevezik ilyen posztdoktori pozícióknak. Ennek az a lényege, hogy ilyenkor akár van lehetőség külföldre is elmenni, másik kutatócsoportok munkájába becsatlakozni. És ez tulajdonképpen szerintem a csillagász személyes fejlődése szempontjából is nagyon fontos, mert tulajdonképpen ez az a folyamat, ami során így a saját nézeteit is tudja tágítani, tud új ismereteket szerezni, illetve más szemszögből tudja látni azt a kutatást, amit esetleg addig csinált. És utána, miután ezekkel a néhány ilyen posztdoktori pozíciót maga mögött hagyott a csillagász vagy a kutató, utána talál magának tipikusan egy fix állást, ami hát akár valami egyetemen lehet ilyen részben kutatói, részben professzori állás, vagy egy kutatóintézetnél is el lehet helyezkedni. Szóval határ a csillagoség. Pontosan. Akár kutatócsoportvezetőként, akár professzorként, végül a legtöbben, akik igazán szeretnek, el tudnak így helyezkedni. Na de így szépen meséltünk arról általánosságban, hogy mi történik a kutatókkal, mi történt a múltban, de itt áll két húsvér csillagász, legalábbis leendő csillagász. Nekem még diplomám sincs róla, neked már azért valamit van. Beszeretnék egy kicsit mutatni azt így a személyes példákon, hogy mit kutatunk mi. Először én mesélek egy kicsit arról, hogy mi a kutatási témám. Egy Galaxis Uti Kalauz részben, nagyjából egy másfél hónapja egyébként részletesebben meséltem is róla. Én egy olyan kutatócsoportban vagyok benne, amit dr. Maria Lugaró vezet. Egyébként mindketten egy olyan kutatócsoportban vagyunk, akit szintén hölgy vezet. Igen. És én egy nukleáris asztrofizikai kutatócsoportban vagyok benne, ugye Maria Lugaró vezetésével. Nem rosszul ejtem ki a magyar nevet, ugyanis ő egy olasz származású kutatónő, és itt egy nagyon komoly nemzetközi kutatócsoportot épített ki az intézetben. És a nukleáris asztrofizikával foglalkozunk, tehát nem kell megijedni. A nukleáris az azt jelenti, hogy atommagok, az asztrofizika meg az, hogy a csillagok fizikája, tehát ez olyan területét öleli fel a csillagászatnak, ahol a csillagokban zajló magfizikai folyamatokkal foglalkozunk, tehát hogy miért és hogyan termelnek energiát a csillagok, milyen fúzió zajlik bennük, miért világít a nap, hogy néz ki a csillagok belseje, ilyesmiket ölel fel ez a tudományterület. És az egyik legégetőbb kérdés az, hogy hol keletkeztek a nehéz elemek a világegyetemben? Hát ezzel nem árulok el nagy titkot, hogy egy nagy
robbanásban. Ugye az ősrobbanás során csak a legkönnyebb elemek jöhettek létre, főként hidrogén, egy kevés hélium. Az összes többi elemet azt más, nagy energiájú csillagászati folyamatok hozták létre a világegyetemben. Tehát akár a vas, mondjuk a vas még az pont lehet a csillagokban, de az arany, akár a bárium, és ez mind-mind, vagy a higany, ez mind ilyen nagyon... nagyon nagy energiájú, nagyon távoli csillagászati folyamatban keletkezett. Talán vannak, akikben rémálmokat kelt ez az ábra, így az iskola után ez a periódusos rendszer, ugye szépen egyre növekszik így balról jobbra az elemeknek a nehézsége, egyre több és több proton és neutron van bennük. Ugye azt láthatjuk minden egyes kis cellában a háttérben, hogy honnan származik az adott elem. Azt látjuk, hogy a hidrogén és a hélium tényleg az ősrobbanásban keletkezett főleg. De minden más, az gyakorlatilag csillagászati folyamatokban, vagy hát a nagyon nehéz elemeket csak mesterségesen tudjuk előállítani a másodperc tört részéig, de itt látjuk, hogy akár haldokló kis tömegű csillagok, akár szupernóvák, akár radioaktív bomlás, az nem csillagászati, de szintén fizikai, a kozmikus sugarak, vagy nagy tömegű csillagok halála, felrobbanása szupernovaként, vagy összeolvadó neutroncsillagok is termelnek ilyen nehéz elemeket. És ezzel már meg tudjuk azt is magyarázni, hogy a vasnál nehezebb elemek hogy keletkeztek. Ugye a vasig képesek a csillagok a belsőjükben fúzióval létrehozni ezeket. És még azzal is foglalkozik a kutatócsoportunk, vagy hát főleg ez az egyik nagy téma, hogy fejlődik ez egy galaxisban, ugyanis egy galaxis az többnyire egy zárt rendszer, jó, vannak kibevándorlások, galaxisok egymással kölcsönhatnak, de idővel, ahogy létrejön egy galaxis, változik annak az összetétele, ugyanis csillagok születnek, csillagok élik az életüket, aztán termelnek bizonyos elemeket, szétszórják, és ebből születnek az új csillagok, tehát ilyen csillagszülő por felhőkből állnak össze a csillagok, aztán élik az életüket, termelik az elemeket, ezt lefújják a külsejükről csillagszél segítségével, vagy felrobbannak szupernovaként, így szétszórják a körülöttük lévő anyagba mindazt, amit termeltek, a csillagközi anyagba ezt szétszórják, és majd ebből áll össze a következő por felhő, ebből születnek az új generációs csillagok, és így folyamatosan változik egy galaxisnek az összetétele. És például az első években, amikor itt dolgoztam, az egyetem előtt kezdtem el dolgozni ebben a kutatócsoportban, akkor egy olyan kódot teszteltem, ami ezt modellezte, hogy idővel mondjuk a jód az milyen mennyiségben lesz jelen a csillagközi anyagban. Most már a saját kis projektem az bárium csillagokkal foglalkozik. Ezek ilyen speciális csillagok, amikkel egy bizonyos neutron befogásos folyamatot lehet vizsgálni, ami igazából a vasnál nehezebb elemek keletkezésért felelős, ennyit kell róla tudni. Most nem megyek bele részleteiben. Szóval itt észleléseket hasonlítok össze modellekkel. Ez egyébként, mint már mondtam is, eléggé gyakori a csillagászatban, hogy próbáljuk a kettőt egy nevezőre hozni. Valaki észlelt, és valaki futatott le modelleket, és én ezt próbálom így egy tető alá hozni. Na de, Gabi, te mivel foglalkozol? Igen, én meg kicsit a másik véglettel, ugye Blanka itt azzal foglalkozik a részben, hogy hogyan halnak meg a csillagok, azt vizsgálja, hogy mi történik olyankor. Én a másik véglettel foglalkozom, én azzal foglalkozom, hogy hogyan születnek a csillagok. És itt is szintén egy kutatócsoportnak vagyok a tagja, aminek Kósbál Ágnes a vezetője, és ez is egy ilyen elég kis nemzetközi kutatócsoport, és hát velük vizsgáljuk a csillagoknak a kialakulását, hogy hogyan is születnek a csillagok. A csillagok azok ilyen hatalmas csillagközi molekula felhőkben alakulnak ki, és például itt a képen az Orion köd látható, ami jelenleg a téli égbolt egyik gyöngyszeme, és itt nálunk a Schwab-hegyi csillagvizsgálóban is meg lehet tekinteni, több téli programunknak a kitűzött célpontja az Orion ködnek a megfigyelése. Ugyan nem így fog látszódni a képen, mert ez a kép ez egy Hubble kép, de akkor is elképesztő ezt is saját szemmel meglátni, hogy ez itt egy hatalmas felhő, ahol ott szépen keletkeznek a csillagok,
Például így szépen ott kirajzolódnak a csillagok. Ugye ebben a csillagközi molekula felhőben helyenként így elkezd összehúzódni az anyag, és húzódik a saját gravitációja hatására, és közben elkezd mozogni, elkezd így a forgása is felgyorsulni, és ahogy a forgása felgyorsul, ott a középpontban kialakul egy csillag, míg ez a rendszer, ez még eleinte körbe van véve egy ilyen burokkal, amiből hullik rá a csillagra az anyag, de ahogy egyre gyorsul a csillagnak a forgása, úgy ez a burok is kilapul egy ilyen korongszerű képződményé, és tulajdonképpen egy ilyen félkész csillagot kapunk, egy ilyen köztes állapotot, amikor még középen ott van a csillag, és körülötte itt van egy gázból és porból álló korong, és a csillag már tulajdonképpen kialakult, de még azért növekszik és hízik, és gyűjti magára ebből a korongból az anyagot. És csak az legyen mihez viszonyítani, ez egy hatalmas rendszer, így nagyjából a naprendszer mérete lenne ekkora, tehát ez a korong, ez hatalmas. És azért érdekes ezeknek a rendszereknek a vizsgálata, mert egyrészt azt tudjuk tanulmányozni, hogy milyen is ennek a csillagkeletkezésnek a folyamata, ez az anyaggyűjtés, ez hogyan is megy végbe. Illetve azért is érdekes, mert a csillagok körüli korongban fognak a következő évmilliók során bolygók kialakulni, vagy hát alakulhatnak ki bolygók. És például itt a korong legbelső része az azért különösen érdekes, mert egyrészt ott történik ez a kölcsönhatás a csillag és a korong között, ami hatással van a korongra, és pont ez a korong legbelső része az, ahol a földszerű kőzetbolygók kialakulhatnak. Úgyhogy ez az ág, ez nagyon érdekes olyan szempontból, hogy vajon mik is lehetnek a kezdeti feltételei a földszerű kőzetbolygók kialakulásának. És egy nagyon érdekes dolog ezzel kapcsolatban, hogy ez egy ilyen nagyon gyorsan, dinamikusan fejlődő ága itt most a csillagászatnak, mert most kezdenek rendelkezésünkre állni egyre jobb és jobb műszerek. Például ez a felvétel, ez 2015-ben készült a HL Tau rendszerről, és akkoriban még nem nagyon volt olyan műszerünk, amivel így le tudtuk volna fényképezni, hogy hogyan is néz ki részleteiben egy ilyen csillag körüli korong. És ez egy elég nagy meglepetést okozott, hogy ez nem egy ilyen egyenletes eloszlású valami, hanem ilyen mindenféle struktúrák, ilyen gyűrűs struktúra megjelenik. És azóta már nagyobb felméréseket is készítettek ilyen rendszerekről, és hát látjuk, hogy még ennél változatosabb ezeknek a csillagkörüli korongoknak a szerkezete, tényleg ez a gyűrűs struktúra is elég gyakran megjelenik, ilyen spirál szerkezet is lehet, akár ilyen ennél aszimmetrikusabb, ilyen lópatkószerű szerkezet is előfordulhat. És ugye az is egy érdekes kérdés, hogy vajon ezt mi szabályozza? Kialakuló bolygó, vagy egy kísérő, egy másik csillag hatása az, ami a korongnak a szerkezetét azt változtatja. Most pedig egy kicsit arról szeretnénk mesélni, hogy hogy jutottunk mi el ide. Nem azért, mert annyira befolyásos csillagásznők lennénk, csak szeretnénk egy kis személyes példát nyújtani azoknak, akik esetleg itt fiatalok és gondolkodnak azon, hogy hogyan lehetnek ők csillagászok. Igazából eléggé különböző úton jutottunk el ide, szóval ezért is gondoltuk, hogy megemlítjük nagyjából a két végletet. Én igazából eléggé korán kezdtem, olyan 12 éves koromban belenéztem egy távcsőbe, megláttam a Szaturnuszt, és éreztem, hogy nekem ezt folytatnom kell. A legfontosabb a lelkesedés és érdeklődés. Itt ez egy 2013-as kép, a hajam az nagyjából ugyanolyan, és ekkor volt egy éves a távcsövem. Itt a kertemben észlelek éppen napot vele. Hát én, ahogy találkoztam a csillagászattal, elkezdtem könyveket olvasni, filmeket nézni, nagyon-nagyon bezsongtam a téma iránt. És szerencsére volt egy olyan lehetőségem, hogy a Polaris csillagvizsgálóba el tudtam járni ifjúsági szakkörre. A Polaris csillagvizsgáló Óbudán található, és a Magyar Amatőr Csillagász, vagy a Magyar Csillagászati Egyesület, ami főleg az amatőr csillagászokat fogja össze, nekik a székhelyük. Szóval, aki esetleg szeretne így az amatőr csillagászat iránt elköteleződni, vagy csak kicsit beletekinteni, annak nagyon tudom ajánlani ezt a csillagvizsgálót is. Tehát én ide jártam hosszú éveken keresztül szakkörre, és nagyon-nagyon sokat tanultam itt.
Ezek mellett még amatőr csillagvizsgálókba is eljártam. Ugye, amikor azt mondom, hogy amatőr, ezzel nem leszólni akarok senkit, ez csak azt jelenti, hogy azok az amatőr csillagászok, akik nem hivatásként végzik a csillagászatot, hanem esténként kipakolják a kis távcsövüket a kertbe, miután végeztek a saját kis munkájukkal, és kémlelik az égboltot, és ők is nagyon-nagyon értékesek, még a tudományos eredményekhez is hozzájárulhatnak. És gyakran ők jobban, ugyanúgy vagy jobban tudják kezelni a távcsövet, mint a hivatásos csillagászok. Igen. Ugye az jobban tájékozódnak a éjszakai égbolton. Igen, az ugye a hivatásos csillagászatban most már nem egy elvárt képesség, hogy az ember ismerje az égboltot, akármennyire is meglepő lehet ez első pillantásra. Szóval én amatőr csillagvizsgálóba is eljártam, például a Sűsepi csillagvizsgálóba, ami itt látható a képen, a lakóhelyemhez egészen közel található, egyébként Budapestről nagyon könnyen megközelíthető, és már egészen alacsony a fényszennyezettség. Itt egyébként a fényfestés módszerével egy táborban nagy lelkesen odaírtuk, hogy Sacse, mint Sűcsepi Amatőr Csillagász Egyesület. Ezt úgy kell elképzelni, hogy hosszú, záridejű képen, egy vörös lámpával így a levegőbe karistoltuk, hogy Sacse, és akkor így nagyon izgalmas képeket lehet csinálni. Szóval itt is távcsövezgettem, néha bemutatókat tartottam, ismerkedtem más emberekkel, akik szintén motivációt adtak. Valamint csillagásztáborokba is eljártam, például Kis Áron, nem például, ő szervezte a Magyar Csillagászati Egyesület táborait, tehát én már sokkal korábban ismertem, mint hogy itt a Svábhegyi csillagvizsgálóban elkezdett volna munkálkodni. És ezek is rengeteg motivációt adtak, és megtanítottak az égbolt rejtelmeire, és egyre inkább úgy éreztem, hogy ezt jó lenne még mélyebben művelni. Olyannyira, hogy nemzetközi csillagászat és asztrofizikai diákolimpiára is kijutottam, ami már egy egészen más dolog, ugyanis főként nem az égboltot kell ismerni, hanem ott már a fizikát is kell használni, a különböző matematikai összefüggések alapján már ténylegesen számolgatni kell, tehát ez már közelebb áll a hivatásos csillagászathoz. Itt a 2017-es tájföldi csapat képét láthatjuk a reptéren. Ott itt ketten is lányok voltunk a csapatban, Knoch, Júlia és jó magam, az ötfős csapatból. A többiek mind kísérők és felkészítő tanárok voltak a képen. Szóval láthatjuk, hogy igazából itt is vannak lányok. Jellemzően az ötfős csapatból ilyen egy-kettő ember lány szokott lenni, és nagyon, nagyon lelkesen tudják ezt csinálni. A diákolimpiára vannak felkészítő szakkörök, akiket esetleg ez érdekel. Én most már a túloldalon vagyok, holnap is tartok majd részben egy ilyen felkészítő szakkört a diákolimpiára, most zajlik a Atlétika Galaktika néven a válogató versenyre. És még azt tudom ajánlani annak, akit esetleg ez érdekel, hogy adjon be minél több pályázatokat, ezeket figyelje, ugyanis nem csak ilyen távcsőidő pályázatokat és nagyon, nagyon komoly ösztöndíjakat kell elképzelni. Már én is részt vettem egészen korai gimnazista éveimben cikkíró pályázatokon, például a Magyar Asztronautikai Társaság is szokott kiírni ilyet, valamint nemzetközi, tehát az Európai űrügynökség is szokott kiírni, és akkor lehet nyerni mindenfélét, például a Polaris csillagvizsgáló szakörén is nyertek most egy látogatást a nagy német kutatóközpontban, szóval ezt mindenképp érdemes figyelni, gyakran csapatversenyek formájában jelenik meg, de nagyon sokat lehet belőle tanulni, és nagyon hasznos lesz az ember későbbi karriere során, még akkor is, hogyha nem csillagászattal fog foglalkozni, mindenképp egy nagy élmény. Igen, ha másra nem egy nagy élmény. Az biztos. De utána nyilván egyetemre kell menni, aki csillagász szeretne lenni, és nem amatőr csillagászattal szeretne foglalkozni, hanem a kutatással. Magyarországon két egyetemen zajlik csillagászképzés, a Szegedi Tudományegyetemen, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemen itt Budapesten. Én utóbbira, valamint Gabi is az ELTE-n koptatta az iskolapadat, én most harmadéves vagyok, most fogom beadni a szakdolgozatomat, most fogok végezni az alapképzésem. És itt vagy fizikára mehet az ember, vagy földtudományra, és utána szakosodhat csillagászatra. Egyébként azt kell mondanom, hogy az évfolyamom nagyjából harmada, kicsit szerintem több, mint harmada lány, úgy fizikán, viszont ez egyre inkább nő. Ugye régen egyáltalán nem voltak nők így jelen a fizikai tudományokban, és egyébként a csillagászat a
fizika ágai közül még mindig az a tudományág, ahol a legmagasabb arányban vannak jelen hölgyek. Itt az intézetben is a kutatók nagyjából 40-44%-a áll nőkből, tehát majdnem a fele. Szóval nem is olyan rossz az arány, mint gondolhatnánk. És ez egyre inkább magasabb lesz, ugyanis egyre inkább kikopik az a sztereotípia, hogy nők nem foglalkozhatnak tudománnyal. Legalábbis mi dolgozunk rajta. Ezek után pedig nyilván megnyílik a kutatásra a lehetőség. Igazából már egyetem alatt vagy egyetem előtt is el lehet kezdeni, tehát csillagászati intézetben is szoktak fogadni lelkes diákokat. Igen. És neked egészen máshogy nekem kezdődött. Igen, tehát az se jegyen meg, aki nem számolgatta a csillagokat már csecsemőkorában. Nincs semmi veszve, bármikor el lehet kezdeni a csillagászatot. Én olyan, hát nem a legjobban a túlsó véglet vagyok, valahol inkább a középtájon. Én nekem az volt, hogy gimnázium vége felé, 12. osztályban ott vakargattam a fejemet, hogy hát egyetemre szeretnék menni, de vajon mit is szeretnék tanulni. Egy dologban voltam biztos, hogy olyan dolgot szeretnék tanulni, és olyan hivatást szeretnék választani, ami iránt bármikor tudok lelkesedni, mert hát sajnos bármivel foglalkozik az ember, elkerülhetetlen, hogy kudarcokkal szembesüljön. Nem mindig minden zajlik úgy, ahogy az ember elképzelte. És én valami olyasmit szerettem volna választani, ami iránt ezek ellenére is tudok lelkesedni, és vissza tudok találni hozzá. És hát vakargattam a fejemet, hogy mi is lehet ez, és hát egyszer csak valahogy szembe jött, hogy hát a csillagászat az olyan érdekes. Úgyhogy föllapoztam a felvételi tájékoztatót, megnéztem benne, hogy hogy lehet valaki csillagász. Február 15-ig lehet a Felvinbe beadni a felvételi jelentkezést, MSC-re is mondom magamnak. Még nem késő. És hát ott találtam ezt, hogy hát ha valaki csillagász szeretne lenni, akkor fizikát kell tanulnia, fizika szakra kell elmennie. És hát úgy gondoltam, hogy végül is a fizika az érdekelt, jóban voltam vele mindig is, akkor menjünk el fizika szakra. És én már ilyen szempontból akkor olyan célzattal mentem a fizika szakra, hogy én csillagász szeretnék lenni. És hát ez úgy van, hogy az egyetem elején úgy általánosan jobban együtt van az évfolyam, mindenféle ágát tanuljuk a fizikának, és ahogy haladunk előre az egyetemi tanulmányainkban, úgy lehet különböző szakirányokat választani, így csillagász valaki, vagy meteorológus, vagy alkalmazott fizikus, vagy egyebeket is lehet választani. Úgyhogy esetleg, ha valaki még az egyetem elején is bizonytalan, hogy mivel szeretne foglalkozni, ott is még van szabadság, és még ott is bele lehet szeretni a csillagászatba, és elkezdeni ezzel foglalkozni. Sőt, akár harmadévben sincs még elkésve az ember. Nagyon sok olyan kutató csillagászt ismerek, aki egészen későn jött rá, hogy konkrétan a csillagászat érdekli. Csak elkezdte a fizikát, úgy volt vele, hogy majd meglátja, hogy mi mozgatja meg azon belül, és a csillagászat, főleg a elméletibb csillagászattal, modellezéssel foglalkoznak, és nagyon kiváló kutatók, tehát igazából senki nincs elkésve. Igen, és nekem még egy olyan történetem van, hogy én, hát hogy is kezdtem el azzal foglalkozni, amivel most foglalkozom. Az úgy alakult, hogy mester szakos koromban az egyik fél évben kevesebb órám volt, és úgy gondoltam, hogy hát valamilyen gyakornoki munkát szeretnék vállalni. Elkezdtem utána nézni a lehetőségeknek, és akkor is sorra jöttek a lehetőségek, hogy hát ilyen Ericssonhoz, meg a Bosch cégekhez lehet elmenni, mint fizikus gyakornok. Igazából nem is számítottam arra, hogy mondjuk csillagászként, így kvázi gyakornokként lehetne dolgozni. És abban a fél évben, vagy abban az évben kezdte itt a Csillagászati Intézet ezt a demonstrátori programját, tehát tulajdonképpen így az ölembe potyant ez a lehetőség, hogy hát tulajdonképpen ilyen csillagász gyakornokokat vettek föl, akik bekapcsolódhattak az intézet munkájába, egy kutatási témába becsatlakozhattak, illetve a Piszkéstetői Obszervatórium munkájába is besegíthettünk. És ez is szintén egy pályázat volt, úgyhogy én erre be is adtam a pályázatot. És ott az első körben, ez 2017 tavaszán volt talán, emlékeim szerint, ott mi vagyunk az első 6 demonstrátor, akik megkezdték ezt a demonstrátori programot
itt a Csillagászati Intézetben, és ez a program egyébként azóta is nagyon sikeresen fut, minden évben meghirdetik a pályázatot, és egyetemista hallgatókat várnak, csillagászat iránt érdeklődően egyetemista hallgatókat várnak itt a jelentkezők közé. És ott én tulajdonképpen akkor kezdtem el így a fiatal csillagokkal foglalkozni, és akkor csatlakoztam be Kós Pál Áginak itt a kutató csoportjába, és hát annyira megtetszett akkor ez a téma, hogy azóta is ezzel foglalkozok, és továbbiakban is ezzel szeretnék foglalkozni. És arra szeretném még felhívni a figyelmet, hogy a hat demonstrátorból öt lányt láthatunk. Tehát igen. A fiatal csillagászlányok egészen lelkesek, és valószínűleg egyre inkább be fog állni ez a fele-fele aránya a nemek között. Ugye még a korábbi generációban jobban bele van az ivódva, hogy a nők kevésbé érthetnek a csillagászathoz, de mi egyre inkább hiszünk abban, hogy ez nem így van. Ez nemtől függetlenül, lelkesedéstől, tehetségtől és szorgalomtól függ. Tehát mi bízunk abban, hogy ez a továbbiakban egyre inkább el fog mosódni, és el fog tűnni ez a hátrányos megkülönböztetés, de talán eleget beszéltünk. Igen. Most már reméljük nem aludt be mindenki. Szeretnék még felvillantani a forrásainkat a prezentációhoz, és mindjárt készülünk egy Kahoot kvízre, amihez talán bemutathatnánk a nyereményeinket. A nyeremény első három helyzetet fogjuk díjazni. Mind a három helyzet kap egy ilyen 2022-es naptárat, ami a nukleáris asztrofizika kiemelkedő nő alakjait tartalmazza. Minden hónapnál bemutat egy-egy hölgyet. Részben van átfedés ezzel, amit mi most elmondtunk, de nem teljes mértékben. Hozzátenném, ezt a mi kutatócsoportunk vezetője, Maria Lugaro állította össze. Igen, rész, ugye, az nukleáris specifikus a téma. Igen. Illetve aki a legügyesebb a kvízben, ő pedig ezt a könyvet tudhatja magának. Dája Gergő szerzeménye, bevezetés a csillagászatba. Dr. Dája Gergely szerzeménye. Igen. Egy hónapos fejlemény nagyjából. Igen. És annyit itt az elején még elmondunk, hogy ez a Kahoot kvíz egy kicsit más lesz, vagy kicsit eltér azoktól, mint amiket mondjuk a nézőink, a Galaxis úti kalauzt követő nézőink megszokhattak. Itt most betettünk több olyan kérdést, ami ilyen kicsit tippelősebb, tehát nem feltétlen mondtuk erre a választ itt az előadás során. Igazából így szerettünk volna ilyen érdekességeket becsempészni, hogy vajon így a közönség mit gondol bizonyos témákról, és aztán nyilván elmondjuk a helyes megoldást is. Tehát senki ne csüggedjen el, hogyha nem ér el jó helyezés, mert itt most a szerencse is nagyon fontos tényező lesz. Ugye valószínűleg többen is ismerik, a kahoot.it oldalra kell felmenni, és a PIN-nek ezt a számsort kell beírni. 626 61 78. Ezt kell beírni a PIN gyanánt. És ezek után be kell írni. Nagyon jó, akkor valószínűleg működik a link. Igen. Kicsit izgultam már. Egy versenyzőnk már van. Megjelent. Jól van. Szóval, ha ezt beírjuk, akkor be kell írni egy becenevet, és akkor majd ezzel fogunk tudni versenyezni. Vagy hát nem mi. Igen, mert mi tudjuk a helyes válaszokat a kérdésekre. Annyit még akkor itt előrevetítünk, hogy itt a Kahoot quiz után azért még lesz egy kis időnk arra, hogy válaszoljunk itt a fölmerülő kérdésekre. Ha bárkiben bármi kérdés itt a témával kapcsolatban fölmerült, akkor az nyugodtan írjon nekünk, és igyekszünk a legjobb tudásunknak megfelelően válaszolni. Még várunk egy kicsit, hogy megérkezzen mindenki, aki szeretne jönni. Igen. Annyi fontos még itt ezzel a Kahoot quizzel kapcsolatban, hogy mi fogjuk felolvasni a kérdéseket, úgyhogy érdemes arról megbizonyosodni, hogy élő egyenes adásban figyelik most a videónkat, úgyhogy mi fogjuk tudni felolvasni a kérdéseket, és a válaszokat pedig vagy a számítógépen, vagy telefonon, valamilyen okos eszközön lehet követni, és lehet bejelölni a helyes válaszokat. Belépni a kahoot.it oldalon lehet, mégpedig úgy, hogy itt a képernyő tetején látható kódot, PIN kódot kell beírni, ez a
626-6178 kód, úgyhogy így lehet velünk most játszani ezen az estén. Lassan talán mindenki megérkezik, talán még egy fél percet várunk, mert még egy-egy ember feltűnik. És minél többen vesznek részt, annál izgalmasabb a verseny. Hát lassan elkezdjük. Akkor lássuk is az első kérdést, ami igazából egy nulladik kérdés lesz majd. Ez egy tesztkérdés lesz, ezért nem jár külön pont, ez csak, hogy megismerkedjünk a felülettel. Ki volt a kedvenc csillagászhölgyed? Nincsen jó vagy rossz válasz, a piros Henrietta Swan Leavittet képviseli, a kék Jocelyn Bell Burnell, sárga Balázs Júlia, a zöld Gróf Degenfeld-Schomburg Berta. Ők mind előkerültek az előadásban. Igen. Egyébként az első pár kérdés olyan lesz, amit el is mondtunk az előadásban, aztán majd kicsit megváltozik a helyzet. Tehát kinek a kedvenc csillagász hölgye ez a kérdés? Kíváncsi vagyok a statisztikára. Én is. A Henrietta Swan és Jocelyn Bell Burnell van Hold versenyben. De azért a magyarok is kaptak szépen szózat. Igen. És akkor az első éles kvíz kérdés, ki volt az első magyar női csillagász? Gróf Degenfeld-Schomburg Berta, ez a piros, kék Robin Vera, sárga Balázs Júlia, zöld Hypatia. Tehát ki volt az első magyar női csillagász? Erről is meséltünk. Piros, Gróf Degenfeld-Schomburg Berta, kék Robin Vera, zöld, sárga Balázs Júlia, zöld pedig Hypatia. Reméljük, nincsenek szintéveszek. Nagyon jó, egészen sokan eltalálták, hogy Balázs Júlia, bár sokan bejelölték Gróf Degenfeld-Schomburg Bertát. Balázs Júlia volt az első hivatásos csillagász. Igen. Ugyan Gróf Degenfeld-Schomburg Berta előtte munkálkodott, de ő nem hivatásos csillagász volt. Tehát igazából akik a pirosat jelölték, ők se vétettek nagyon nagyot. Csak beugratós volt kicsit a kérdés. Tehát itt láthatjuk a táblázatot, Icus vezet, utána Anita, Sanyi, Pistike 89, majd Misu Balázs áll az élen, de ez még meg fog változni, az biztos. Ez egy különleges lesz, itt sorrendbe kell rakni, időrendi sorrendbe a csillagász nőket. Mikor munkálkodtak, szépen be kell húzogatni a megfelelő sorrendbe, reméljük úgy látjuk, ez is működik. Igen, nem... pirossal Henrietta Swan Leavitt, Leavitt van jelölve, kékkel Aglaoniki, sárgával Jocelyn Bell Burnell, illetve zölddel Caroline Herschel. Tehát olyan sorrendbe kell rakni őket, hogy hogy jelentek meg a történelemben. És úgy látjuk, hogy jól, nagyjából 44%-a találta el a részvevőknek, ami egyébként a nők aránya itt az intézetben. Igen. Szóval ez valamit jelent. Ha minden egyetemi hallgatót beleszámolunk. Valóban. Aglaoniki ugye még az ókori Görögországban munkálkodott, Caroline Herschel volt az első modernebb kori csillagásznő, akiről beszéltünk. Ezután Henrietta Swan Leavitt, még Jocelyn Bell Burnell megelőzve egy bő 50 évvel munkálkodott. Megváltozott a rangsor, Tina vezet, utána Anita, Sanyi, Icus és Pistike 89 követi őket. Következő kérdés az, hogy milyen csillagokkal nem foglalkozott Henrietta Swan Leavitt. Itt három lehetőség van, a piros az, hogy változó csillagokkal, kék erellilés csillagokkal, sárga cefeidákkal. Tehát milyen csillagokkal nem foglalkozott Henrietta Swan Leavitt, ez itt a kérdés. Piros változó csillag, kék erellire csillag, sárga cefeida. Ugye, ez is egy kicsit beugratós kérdés, majd a végén elmondjuk, hogy miért. Nagyon jó, mindenki válaszolt, és egészen sokan el is találták, sőt a nagy többség, erellire csillagokkal nem foglalkozott, ugyanis ő a cefeidák periódus fényesség relációját állította fel, amik igazából változó csillagok. Tehát ez ilyen bogár-rovar. Igen, ez minden bogár-rovar, de nem minden rovar bogár című történet. Igen. Hát megint kicsit változott, nagyjából hasonlók a nevek. Sanyi vezet, utána Tina, Misu Balázs, Pistike 89 és Katapé vezet. Most
most jelent meg. A következő kérdésünk, hány évvel kapott először csillagásznő fizetést? Piros 145, kék 185, sárga 235, zöld 305. Az biztos, hogy valami ötre végződik. Igen, igen, igen. Ennyit segítettünk itt a történetben. Ez már ilyen kicsit tippelősebb, de azért egyébként elmondtuk, hogy melyik évben történt ez, úgyhogy... Aki erős felszámoló... Ha az évszázadot be tudjuk határolni, akkor el lehet találni a jó választ. És... Hát ezt egészen kevesen találták el. 235 évvel ezelőtt kapott fizetést először csillagásznő. Ugye ő Caroline Herschel volt 1787-ben. Igen, az évi 50 fontjával. Ami akkor sem volt nagyon sok pénz. De mégis valami. Hát egészen megváltozott a mezőny, most már Hédi vezet, utána Sanyi, Sombarnabás, Tina és Misu Balázs lohol. Még bármi lehet. Innentől kezdve kicsit elvesztettük a fejünket, és olyanok lesznek, amikről nem is igazán beszéltünk. Nagyjából hány kutatónő dolgozik a Csillagászati Intézetben? Piros 20, kék 40, sárga 60, zöld 80. Ez nem pontos szám, de nagyjából azért. Nagyjából, igen, igen, igen. Lehet egy tippünk, ugye? Igen. Azt említettük, hogy hány százalék a nő, nyilván ez azt kéne tudni, hogy hányan dolgoznak a Csillagászati Intézetben. Szóval kicsit gonosz a kérdés, de nagyjából talán el lehet találni, és meg is érkeztek a válaszok, egészen jó volt a tipp. Egészen sokan eltalálták, igen. 40, nagyjából, ha jól számoltok, akkor 38 igazából a kutatónőknek a száma, ha az egyetemi hallgatókat is figyelembe veszünk. Igen, összesen... igen. Az a helyzet, hogy azért változik, azért nem tudunk mi se pontos számot mondani, persze. Azért itt is jönnek, mennek az emberek. Persze, de nagyjából 90 ember dolgozik itt fel kutatóként. És az élmezőny továbbra is Hédi vezeti, utána Sanyi, Tina, Timi és Pistike 89 jön. És az alábbi témák közül, melyekkel nem foglalkozik nőkutató az intézetben? Ez egészen tippelős kérdés. Piros földtípusú bolygók migrációja, kék dudorvidéki gömbhalmazok színfényesség diagramjai, sárga bolygó pusztulása és keletkezése végállapotú csillagok körül, kék az alumínium termelése zöld az alumínium termelése kettős csillagokban. Ezekkel nem foglalkozik kutató, női kutató az intézetben. Tulajdonképpen kíváncsiak vagyunk az első benyomásokra így a témák alapján. Hogy melyik hangzik olyan férfiasan? Hát egészen megoszlottak a válaszok, de az egyik többség valóban a földtípusú bolygók migrációját választotta. Igazából be kell vallanom, hogy a legtöbb az egy TDK dolgozat címe volt, ugyanis a TDK az egyetemisták fő kutatási verseny, ahol a saját kutatási munkájukat mutathatják be. De más intézeti témát is felvetettünk, amit vegyek művelnek. Hédi továbbra is vezet, szépen tartja az élmezőnyt, de a Timi, Sanyi, Anita és Sombarnabás jön, de még bármi történhet. Következő kérdésünk az, hogy az Egyesült Királyságban a csillagász professzorok hány százaléka nő? Piros 12, kék 22, sárga 32 vagy zöld 42. De itt arra vagyunk kíváncsiak, hogy a brit kutatók mit mutattak ki a brit kutatókról. Valójában azért nem a magyarokról szólunk, mert erre nem volt statisztikánk. Igen, arra nincs statisztikánk, de szerencsére a brit kutatók mindent kikutatnak, úgyhogy a helyes válasz 12%, és optimistábbak voltak a nézőink. Reméljük ezt az optimizmust azért sikerül a közeljövőben elérni. Ugye a professzorok, a professzori rang az egyik legmagasabb rang a kutatói életben, és nyilván az is benne van még, hogy az előző generációkban kevésbé voltak jelen hölgyek, tehát lehet, hogyha mi generációnk már eljut odáig, hogy professzorok legyünk, akkor ez már egy sokkal jobb arány lesz, legalábbis reméljük. Hédi továbbra is az élen van, Tina, Timi, Sanyi és Anita követi őket. És akkor az utolsó kérdésünk jön, mindent el fog dönteni, ez pedig az alábbi. Minek örül ennyire a kutatónő a képen? Reméljük látszani fog a kép, talán többen látták. Piros megkapta első posztdoktori állását. Kék felfedezett egy földtípusú bolygót. Sárga elkészítette a világ első képét egy fekete lyukról, vagy zöld végre elaludt a háttérben a kollégája.
Tehát reméljük, hogy sokak hozzá eljutott ez a kép. Igazából ez azt tükrözi, hogy mennyire is tudunk örülni a kutatói életben elért eredményeknek, és a többség látta, ezzel találkozott. A világ első képét készítette el egy fekete lyukról, nyilván ő, nem ő egymagában készítette el, hanem de hozzájárul ő, egy eléggé fontos szerepet játszott az adatok feldolgozásában, hogy abból tényleg egy olyan kép születhessen, amilyet láthattunk. És hát nagyon reméljük, hogy mindenki más is ennyire lelkes, mint ott a képen, mi biztosan azok vagyunk a kutatásunk iránt. És szerintem ez a legfontosabb. Igen, és nézzük meg akkor a végső tabellát, a pódiumot. Harmadik helyen Timi végzett, gratulálunk, ő majd kap egy naptárat. A második helyen Tina, az élem pedig Doppergés, Hédi végzett. Gratulálunk! Igen, és azt kérnénk mind a három helyezettől, hogy készítsenek egy-egy képernyőfotót itt erről a pódiumról, és azt küldjék el nekünk az info@svabhegyicsillagvizsgalo.hu e-mail címre, és akkor továbbítjuk nekik a nyereményüket, ugye mind a három helyezett kap egy-egy naptárat, és akkor az első helyezett pedig egy könyvet. Itt vannak be is mutatjuk egy ilyen 2022-es naptárat. Talán így február elején még annyira nem vagyunk elkésve egy új naptár kihelyezésével. Marie Curie már nem lesz benne, mert ő a januári. De attól még minden este vissza lehet lapozni hozzá, valóban, hogy motiváljon minket. Illetve akkor az első helyezett nyeremény, egy ilyen bevezetés a csillagászatba könyv. Egyébként ez a könyv a csillagászati diák olimpiára való felkészítés során íródott, tehát akit esetleg az érdekel, hogy hogy is lehet így ebbe belefolyni, azt meg mindenképp tudom ajánlani. És akkor, mint mondtuk, vártuk a kérdéseket, és ezekre fogunk most válaszolni, hogyha minden igaz. Igen. Aha. Van olyan női kutató, akire ti felnéztek? Hát igazából én mindig azt vallom... Illetve ki ösztönzött titeket a leginkább? Azt hiszem, eléggé összefonódik ez a két kérdés. Igen, igen. Én igazából úgy gondolom, hogy nyilván a történelem nagy nő alakjairól mindig nagyon, nagyon jó hallani, és nagyon-nagyon felnézek rájuk, azonban velük nem állok közvetlen kapcsolatban, ezért engem sokkal jobban motiválnak azok a hölgyek, akik így körülöttem vannak, akiknek a munkáját ténylegesen látom. Tehát például én Maria Lugaróra nagyon felnézek, hiszen egy nagyon komoly kutatócsoportot tart fenn, és nagyon, nagyon sok ismerettsége van, és szerintem nagyon, nagyon jól csinálja azt, amit csinál. Tehát nagyon komoly ez a kutatási téma, és egyébként én nagyon szeretem is, és szeretnék ebben maradni. De nagyon sok társamra is felnézett, mert tényleg nagyon, nagyon komoly kutatások zajlanak itt az intézetben. Igen, hát én is azt hiszem egészen hasonló választ tudok adni, hogy konkrét személyt nem tudnék megnevezni, de úgy a környezetemben lévő hölgyek, akik osztoznak így a csillagászat iránti lelkesedésen, az mindig nagyon motiváló, és mindig nagyon, nagyon jó ilyen közösségben dolgozni. És hát nyilván én is itt a témavezetőmmel vagyok így ilyen módon a legjobban kapcsolatban. De például azt is nagyon motiváló látni, hogy itt a kutatócsoportunkon belül is több hölgy dolgozik, és hogy ők is keményen dolgoznak, de megőrzik a lelkesedésüket itt a témai és a kutatói élet iránt. Igazából én azért sem történelmi nőt emelnék ki, mert az is sajnos nagy szerepet játszik, hogy éppen az ember mibe fog bele, szerencsésen rá talál-e valamire, és ez nem feltétlen a lelkesedéssel és a belefektetett munkával arányos. Nagyon sok belefektetett munka kell, de nagyon sok olyan hölgyről nem is hallunk, aki nagyon sokat dolgozott, de végül pont nem olyan témában nyúlt bele, ami akkor nagyon, nagyon zajlott. Viszont itt magam körül tényleg látom azt, hogy milyen energiák vannak ebben benne, és ez engem is nagyon-nagyon tud motiválni. Itt egyébként ez a kis összefoglaló is, amit az elején tartottunk, az teljesen szubjektív volt, itt próbáltunk összegyűjteni néhány hölgyet, akik azért jelentőset alkottak a csillagászat tudományágában, de természetesen számos más hölgy is jelen volt a történelem során. Több órán keresztül tudnánk róluk mesélni igazából. Igen, igen, sajnos arra nincs idő. De itt közben érkezett még egy kérdés.
Sziasztok! Miután elfogy az összes vasnál kisebb tömegű anyag az univerzumban, a sokadik generációs csillagok halála után, megszűnik a fúziós reakció az egész univerzumban? Esetleg a vasnál nehezebb elemek összeállhatnak valami szupermasszív sötét csillagokká, és újra kialakulhatna fúzió megfelelő mennyiségű nehéz elem energiájából adódóan, nyilván láthatatlan módon, mivel fekete lyukat alkotnának. Bocsánat, a kérdés nem vág az előadás témájában, de... De azt hiszem hozzám szól. Igen, szerintem ez téged szólított meg. Szóval igazából a legstabilabb elem a világegyetemben az a vas. Minden, ami körülöttünk van, az vas szeretne lenni, ha elegendő időt várnánk. Vas ember. Igen, ez a kamera, ez az asztal, mind a vas tömbé változna. Hát az a helyzet, hogy erre több ezer milliárd évet kéne várni, hogy bekövetkezzen, mert nagyon kicsi valószínűséggel változnak át spontán az egyes atommagok vassá, igazából ez nem is nagyon lehetséges. De hogyha lenne itt csillag, akkor a vas fele szeretne minden benne alakulni. Szóval az, hogy milyen mértékben változik át ez a sok anyag, az igazából eléggé kicsi. Hiába van rengeteg csillag, annyi anyag van a világegyetemben, ami nem is csillagon belül van, hogy ez a hidrogén nem fog jelentősen elfogyni addig, amíg a világegyetem maga már nem is fog ilyen formában létezni, mert hát ugye most nem tudjuk, hogy össze fog roppanni, végtelenségig fog tágulni, vagy mi lesz a sorsa, de olyan időskálákról beszélünk, hogy addigra már mire a hidrogén az ténylegesen elfogyhatna, de még mindig az univerzum több mint 70%-át alkotja, addigra már ténylegesen valószínűleg nem lesznek csillagok se, ugye. Lehet olyan horror sztorikat hallani, hogy már az atomok is fel fognak bomlani sok-sok-sok milliárd év múlva, hát szintesik még akkor is bőven hidrogénből fog állni ez az egész. És igazából a fúzió maga az is szerepelt a kérdésben, hogy a nehéz elemek is elkezdenek fúzionálni. Ez igazából nem lehetséges, mert a vasnál nehezebb elemeknél több energiát kell befektetni ahhoz, hogy összeállítsuk őket nehezebb elemekké, mint amennyit nyerünk belőle. És ez az energia minimum elve alapján, tehát a fizikában minden lusta, és ami energia... Van is egy ilyen kis vicces megjegyzés, hogy lusta fizikus. Igen, tehát ami több energiával járna, mint amennyit nyernénk belőle, ez nem fog létrejönni, tehát ez erre nincs így lehetőség, csak nagyon speciális folyamatokkal, de köszönjük a kérdést. Jött egy nagyon jó kérdés, szerintem erre is te fogsz jobban tudni válaszolni. Hogy lehet már gimnáziumban elkezdeni a kutatást? Igen, igazából erről nem is meséltem teljesen részletében. Én egy Templeton programban részt vettem, amiben Norton is részt vett, itt mosolyog mellettünk. Ott már lehetőségem volt arra, hogy mentorálásban részt vegyek, és egyébként Kis László volt mentorom akkor, és én nagyon lelkes voltam, hogy csillagászati felvételeket fel szeretnék dolgozni, és akkor ilyen csillagcsoportokat szeretnék elemezni, és ezt akkor már tényleg el tudtam kezdeni. Igazából az volt a szerencsém, hogy tényleg itt az intézetben tárt karokkal vártak engem, ugye már a különböző pályázatok miatt ismertek is, akkor még nem kezdtem el a diákolimpiával foglalkozni, de azzal, hogy abba belecsöppentem, már tényleg olyan komolyan vettek, hogy tényleg is nem tudtam itt kezdeni kutatni. Aztán ez a projekt félbe maradt, igazából érettségi mellett nem is nagyon volt rá időm, de aztán egészségügyi okok miatt ki kellett hagynom egy évet egyetem előtt, és akkor szintén Kis Lászlót megkerestem, hogy tudna-e valami projektet nyújtani nekem, és mondta, hogy keresünk egy kutatócsoportot, és akkor elkezdhetsz dolgozni. És szerencsémre nem is tudtam, hogy van itthon nukleáris asztrofizika, pedig már ez érdekel, pont ebben a kutatócsoportban kötöttem ki. Tehát azt tudom ajánlani mindenkinek, hogy lelkesedjen, keresse a lehetőségeket. Itt mi a Svábhegyi Csillagvizsgáló oldalán ezeket próbáljuk is megosztani, hogyha vannak ilyen pályázati lehetőségek, de ha ismernek bármilyen csillagászt, akkor nyugodtan érdeklődjenek nála, vagy akár nálunk is, hogy esetleg be tud-e kapcsolódni a kutatásba. Mert hát nyilván még főleg programozni kell, azt még gimnáziumban nem feltétlenül tudja mindenki, de nagyon hasznos tapasztalatokat lehet szerezni, szóval mindenképp bátorítani tudok mindenkit.
Igen, és szerintem nagyjából ezzel az utolsó néhány mondatoddal meg is válaszoltad a következő kérdés, hogy és ha valaki nem tartatom felló, akkor hogy lehet becsatlakozni? Gondolatolvasó vagy. De hát nagyjából így, ahogy elmondta Blanka, igen. Igen, igazából legtöbben nem szokták azt mondani, hogy nem, te nem jöhetsz ide, hanem segítenek. Különböző mentorálási programok időről időre újak is felmerülnek, és ezeket mindenképp meg kell ragadni, ki kell használni, eljárni táborokba, mert akár ott is megismerhetünk olyan embereket, akik tudnak nekünk segíteni, vagy hát nektek, akik esetleg most gimnazisták, de igazából akár, hogyha nekünk írtok, vagy nekem írtok, én mondjuk a Diákolimpiában rángatok bele mindenkit, mert nagyon jó dolog, valószínűleg valahol majd el tud mindenki helyezkedni, akit így érdekel ez a dolog. És hát nagyon, nagyon örülünk ennek a lelkesedésnek. Igen, igen, igen. Lányoknak, fiúknak egyaránt. Igen, egyébként igen, nem, igen. Nem érzem azt, hogy különbséget tenne most már bárki a között, hogy hú, most egy lány jött, és akkor én most nem fogom alkalmazni. Vagy én most sőt, inkább értékelik a lelkesedést. Igen, mindentől igen. Függetlenül, ha lelkes vagy, azt mindig értékelik. Igen. Lelkes és érdeklődő. Igen, és szerintem ezt érdemes fenntartani a igen. későbbi fázisaiban is a kutatói életnek. Igen. Itt, ahogy látom, több kérdésünk nem érkezett, úgyhogy szerintem akkor ezzel be is fejezzük ezt a ma esti kis előadásunkat. Ugye február 11-e van ez az egész előadás itt a Nők és Lányok a Tudományban Nemzetközi Világnap alkalmából szerveződött meg. Úgyhogy további szép estét és jó hétvégét kívánunk itt két húsvér csillagász lány, csillagász nő. Szép hétvégét kívánunk. Reméljük, hogy többeknek meghoztuk a kedvét, hogy esetleg ebbe vágjon bele, vagy csak meg tudtunk mutatni, hogy igazából nőként is nagyon fontos tudományos eredményeket tudunk létrehozni, vagy igen. Csak érdeklődve olvassák majd a női kutatásokat. És köszönjük szépen a figyelmet, további szép estét kívánunk. Köszönjük a figyelmet.